200 millió forintot nyert Algyő pályázaton energetikai felújításra. Ebből korszerűsítették az egészségházat, a polgármesteri hivatalt és a civilházat is. Emellett számos elemmel bővítették a beruházásokat, amelyet önerőből finanszírozott a település. Hogy vízszigetelés, a teljes ajzat betoncsere, vagy éppen ajzat beton készítés, ugye ezeket nyilván nem energetikai felújítások, de ezeket úgy gondoltuk, hogy célszerű most elvégezni, ha már egyszer szétverjük ezeket az épületeket, akkor most csináljuk meg. Így nyilván számítottunk arra, meg hát be is terveztünk, hogy kell hozzá úgynevezett saját erő, de hogy ekkora önerő kell hozzá a pályázathoz, ezt azért nem gondoltuk, és azért mondom, hogy a 30%-os emelkedést azt szerintem simán le lehet mérni. Az építőanyagárak és a kivitelezési díjak emelkedése miatt az egészségház felújításánál a 85 milliós uniós támogatást 40 millióval egészítette ki az önkormányzat. A korszerűsítésre már régóta vártak az algyőiek, hiszen az épületet 30 évvel ezelőtt újították fel utoljára. Ezek a fanyilázárok már elvetemettek, nem volt az épület szigetelve, ez rengeteg betont tartalmaz, úgyhogy meglehetősen nagy volt a fűtésköltsége a téli időszakban. A napelempark, a hőszigetelés, az új nyílászárók, a fűtés korszerűsítés és a légtechnikai berendezés akár 30%-os rezsicsökkentést is eredményezhet. Nem csak ez, az új burkolat, a friss festés is sokkal komfortosabb környezetet teremt. Sokkal szebb. Hát szóval erre büszkék vagyunk. Tehát egészen más a megjelenése. Egyre többen láthatják, hogy mennyi mindenben tudott fejlődni a Algyő, és ez azért az egész algyői lakosságnak egy jó dolog. Három házi orvos, egy fogorvos, egy gyermekorvos és védőnők dolgozhatnak mostantól 21. századi körülmények között.